Ebben a videóban 24 óráig fejjel lefele fogok látni. Na de Csongi, hogyan fogod ezt megoldani? Na jó, fordítsuk vissza, hogy ne zavarja a kiteket össze. Nyilván a gravitációt nem tudom megfordítani egyedül, hogy a plafonon járjak, meg a... Kézen vagy fejen állni sem fogok tudni 24 órán keresztül, úgyhogy... Úgyhogy bár nagy szomorúságomra pedig képzétek el, mély olani, kimenjék az elkére és így felszoppantana az űrbe az antigravitáció. Mi? Honnan jönnek ezek az ötletek? Szóval itt! Ez a szemüveg, de nem akármilyen szemüveg. Ha jobban megszemlélitek, valami nagyon nincsen rendben vele. Kicseszed csúnya. Hogy néz ez ki? Ezt fogom hordani a következő 24 órában, de édes Istenem, hazamegyek. Ja, már itthon vagyok. Mindig is zavart az, hogy túl sokat látsz a szemüvegben. Periférikus látás megvontuk, csak neked, csak most. Zavart, hogy gördeszkázás közben mindig elhagytad a szemüvegedet. Itt a fejpán tuti erős. Esetleg bosszantott az, hogy amikor a feje tetejére állt a világ, akkor nem láthattad többé normálisan. A mai nap ezt megoldott. Ez itt a Heininger 2 fejjel lefelé látó szuperoptikás dimenziós szemüveg. Amivel mától fejjel lefelé látsz. Na de viccet félretéve vegyük komolyan, mert mondjuk ezek után nem tudom ki tud komolyan venni. Szóval, hogyha felteszem ezt a szemüveget, ami... Azta! Az elején nagyon szokatlan volt, úgyhogy nézzétek el azt, hogy ilyen retardáltan forgatom a fejem. Ezt meg kell szokni, hogyha felfele nézek, lefele nézek, ha lefele nézek, felfele nézek. Most jó meg azt mondtam. Megmutatom nektek, hogy körülbelül mit látok. Tehát fejjel lefele van minden, és így be van szűkítve a látás körül. Kérlek dobjatok ennek a szerencsétlennek egy feliratkozást, meg egy lájkot. Basszus, ez nagyon durva, nem tudom miért felfele nézek, miközben Jézus, de csúnya a kezem. Tehát akkor elkezdődött. Nem tudom, látjátok-e az órát? De várjál, fejjel lefele van az órám is. Ezt holnapig nem vehetem le. Jézus Isten! Fordítva vettem fel a telefonom, mert azt hittem, hogy az a normális. A kezeim azok használhatatlanok voltak, nem találtam az egyensúlyomat. Bruh, look at this dude! Aztán megtörtént a baj. Le kell üljek, ezt nem bírom. Jézus, azt a... Tehát az első baj az, hogy már most elkezdett fájni a fejem, meg amit a Heiningerem lenne. Remélem, hogy ez alkalmazkodni fog egy idő után a fejem vagy a szemem, mert ez így borzasztó. Próbáltam fel alá sétálni, hogy hát a hozzászokok, de... Olyan alapvető dolgok, mint a sétálás is piszok nehéz így. Úgy érzem magam, mint aki nem lát. Hát konkrétan ennyire vak is lehetnék, és hát nem, de... Ez nagyon durva érzés, kacok. Konkrétan a víz az olyan, mintha nem működne a gravitáció. Mint hogyha így felfele vonzaná valami, de durva... Felfele megy. Ó, baszki, most takaríthatom fel. Most nyugi, nem zombi vagyok, csak fogyatékos. Ha már reggel van, akkor csináljunk reggelit. Fejjel lefele. Á, látom a kenyeret, már csak oda kéne menni. Au. Hát egy szék. Jó, akkor volt egy kis lábújkám. Nincs valami... Mit csináltam? Mintha életemben először kentem volna kenyeret. Áj, nagyon sért ez a pánt rajta. Nem lehetne ezt valami puhábból csinálni? Hát mondjuk nem arra tervezték, hogy egy egész nap rajtad legyen. Ez a margarin lehet, hogy elromott. Nagyon szarul vagyok, baszki. Ebben a videóban olyan nincs, hogy ne hányjak be. Állj a lábam! Jó, akkor ide most leülünk. Hol vagytok? Ott vagytok, jó? Az a baj, a szédülés miatt egyáltalán nem volt étvágyom. Van egy csomó ötletem, ami egyébként vicces lesz, csak egyelőre próbálok megbirkózni azzal, hogy ne érezzem szarul magam, mert most nagyon rossz vagyok, nem találom a számot. Ezt jó megkentem, baszki. De végül csak lecsúszott. Nem lehet megfordítani a tévébe a képet, hogy fejjel lefele legyen? A számítógépen meg lehet. És amúgy nem tudom, tudjátok-e, na várjál, ez a szék, ez most milyen irányba van? De a Minecraftban van egy olyan mód, amivel fejjel lefele játszhatunk, ami nekem azért lesz jó, mert én fejjel lefele látok eleve. Asztó! Na várjál, ez most megcseszte az agyam. Azon kívül, hogy az egeremen meg van cserélve a két irány, ez tulajdonképpen most egy normális játék nekem, viszont ti fordítva látjátok. Zombik is fejjel lefele lesznek vajon? Ez most egy komoly kérdés. Szerintetek írjátok le a komment szekciót, megint be fogok hányni. Biztos vagyok benne, sajnálom, még egyszer ismételem magam, de ez az igazság. Próbáljátok meg úgy játszani, hogy fejjel lefele használjátok az egeret. Na már az eleve kihívás. Találtam egy bányát. Barlang, nem bánya. Tényleg kezdem megegyezni azt, hogy balra kell húzzam az egeret ahhoz, hogy jobbra nézek. Ez mi volt? Jaj, remélem nem lesznek ilyen mérges pókok, mert az... Ajaj! Ne! Nem! Nem látok semmit, csak azok bepánikoltam, mi van? Azt se tudtam, mi? Ezt most fel kell dolgoznom, nem az, hogy felrobbantott a creeper, hanem hogy tényleg mindjárt behányom. Szóval így majdnem 4 óra után el kellett mennem a WC-re. Igen, amiatt. Hát ez kemény.
Sok kaját már nem fogok enni. Szóval biológiában nem tudom, már tanultátok-e, hogyha nem, akkor most elmondom. Alapvetően a szemünk az pontosan ugyanúgy működik, mint ez a szemüveg. Igen, az elég meglepően hangzik, de az a kép, amit ti látok, az valójában megtükröződik itt a szemetekbe, és a retinára meg úgy vetül le, hogy fejjel lefele van. Vagyis innen már kitalálhattátok, hogy igazából mi amúgy fejjel lefele látunk mindent, csak az agyunk az megtanulja, hogy hogyan fordítsa meg. Tehát tulajdonképpen én most normálisan látok. Látnék. Mit érezhet szegény agyam, hogy alapból megcseréli a képet, én meg még szivatom is. Esküszöm, kézen járva kéne menjek egész nap, és akkor normálisan látom a dolgokat. A válasz pedig az, hogy egyre jobban szédültem, ismét hány ingerem volt, és őszintén már kezdtem úgy érzni, hogy feladom az egészet. A következő dolog azért lesz vicces, mert kéne pisíjek. A közlekedés kezdett jobb lenni, tehát hogy bízok annyira magamban, hogy kár volt kimondani, Csongi. Na, erre kíváncsi leszek. Várjál, mert minden fordítom van, basszus. Ennyire vicces vécézésem még sosem voltam. Olyan érzés, mintha valaki lefogozna a szemből. Ezt nem hiszem el, skatok. Szerintem menjünk egyet sétálni, mert jót tenne a levegő, meg amúgy kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudok alkalmazkodni. Nem találtam bele a cipőbe, zárba, a lépcsők se lettek a barátaim. Ez nem fog menni. Ezt el kell felejteni, hol a kamera, ebből fog állni a videó, hogy hol a kamera. A lépcsőn se tudtam lesétálni, el nem tudom képzelni, mi történt volna, ha kimegyek az utcára az autó közé. Egy youtuber életét vesztettem, miközben egy fejjel lefele szemüveggel neki ment egy fának, majd az rádölt, leesett a repülőgép az égből és meghalt. És megint hány ingerem van, mert miért ne lenne? Hát persze. Gyakorlatilag minden egyes nagyobb mozgás után kell egy fél óra pihi, ameddig elmúlik a hány ingerem. Úgyhogy megpihentem és jöhetett a következő kihívás. Na és tudjátok, hogy mi az, ami még nagyon nehéz, úgyhogy fejjel lefele látunk? Rajzol. Mert ez a jobb kezem, ez a bal kezem. Ez a bal kezem, ez a jobb kezem. Legyen először valami egyszerű, mint például egy kő. Hogy rajzoljunk egy pandát? Legyen ez a feje. Így kéne legyen a füle. Itt is az volt a legfurcsább, hogy nem ugyanarra mozdult a kezem, mint amerre szerettem volna. Vagyis de, csak nem úgy láttam. Ez annyira megcseszi az agyam, hogy nem tudom, mi történik. Az egyik fül miért ment ilyen könnyen? Na váltok, tehát innen indulunk. Fizikailag képtelen vagyok összekötni két vonalat, mert nem tudom, milyen irányba kéne mozogjon a kezem. Fú, megint kezdtem szédülni, ez nagyon nem jó, skacok, ez a videó. Ez malac, jó, csinálunk malacot belőle most már mindegy. Úgy tudnám elmagyarázni, hogy elkezdett húzni a vonalat, akkor mondjuk így lefele kéne húz, de felfele megy a kezed. Nagyon-nagyon idegesítő. Ha ezt álmomban meglátnám, akkor valószínűleg ott helybe szívromot kapnék. Próbáltam betűket is írni. Ilyen, egy olyan. Megvan az a betű, újra meg kell tanulni. És most nektek adom a feladatot, hogy találjátok ki, mi történt. Hát hány ingerem lett? Most megint egy fél óra pihi, amiből ti nem látok semmit, de remélem nem törtem össze valamit, de úgyse látom. Hú, de jó, nem fejjel lefele látni a világot, csak kacok, végre megint normálisan látok mindent, nem mindegy, így maradok akkor. Na hát ez a kis pihenő sokkal több idő lett, mint amire gondoltam. Szóval vettem egy puzzle-t, remélem ettől nem leszek rosszul, viszont 4 éveseknek való és 54 darabos, viszont én fejjel lefele fogom kirakni, úgyhogy csodálom, ha egyáltalán ez is sikerülni. Olvastam olyat, hogy egy kutatás szerint, hogyha több napig olyan szemüveget hordasz, amivel fejjel lefele látsz, akkor egy idő után az agyad megtanulja és kicseréli. Tehát, hogy konkrétan elkezdesz normálisan látni. Na én ennek sajnos nem érzem a hatását, pedig nagyon örülnék. Ez is egy remek ötlet volt, mert nem hogy a párokat nem találtam, hanem néha egy-egy puzzle-t sem. Ja, itt van, csak becsúszott a kamera alá, mert kettő van. Ó, baszki. Mi az a fejedem? Fejjel lefele látó szemüveg. Amúgy neked is szia. Nagyon viccesen nézel ki. Segíthetnél is, de nem, persze kikerülhet. Ennyi? Itt hagysz? Aha. Meg kéne fordítsam az én irányomba, hogy kicsit lássam. Nem, szerintem ez nem ide talál, vagy igen? Vagy én vagyok hülye? Őszinte leszek, azért sokszor úgy voltam, hogy hát, ezt lehet feladom. De pár óra kemény munkával Csongi 4 éveseknek való puzzle csinál, ez milyen kemény munka. Jó, 2 darab van, és mind a 2 nálam van, úgyhogy mindjárt kész. Pam, pam, pa. Kész. 9:30 vagy 9:30? Ez 9:30? Ja, ez 9:30, azt a meg... Mennyi idő volt ez nekem, te? Megpróbálok fogat mosni, arra még kíváncsi leszek. Rárakom szerinted most? Olyan érzés, mintha a fogkrémet alatta tenném rá, és utána felcsapódna a fogkefére. Ezt most nem tudom, ezt nagyon jól mondtam, de... Nem fogom tudni rárakni, na tényleg nem. Látom, hogy érzem, hogy nem jó. Nagyon jó, elég is lesz, ne is nyomjad tovább. Már nagyon-nagyon fáradt vagyok. Végig nem, akkor felfele kell köpjek. Itt jöttem rá, hogy igazából egész nap csak a telefonon kellett volna filmet nézek, mert ha fejjel lefele tartom, akkor tökéletesen jól látom, és még hány ingerem sincs.
Hú, hát ez borzalmas éjszaka volt, és nem azért, mert fejjel lefele álmodtam, a mekkora poén lett volna mi, hanem azért, mert kényelmetlen volt, és egyébként ezen gondolkoztam, elmondjam-e nektek, de inkább elmondom, szóval este leesett rólam álmomba, és felébredtem valami 4 körül, hogy így félig lelógott az arcomról, úgyhogy tulajdonképpen nem sikerült a 24 óra mégis, mert egyből visszaraktam. Döntsétek el! Úgyhogy... Most be kéne kamuzzak ilyet, hogy halljátok, fordítva látom a világot, mi történt, asztal! Reflexzerűen, amikor le akartam nézni a földre, akkor felfele mozgattam a fejem. És most van egy ilyen furcsa érzésem, megint szédülök. Kezdődik erőről! Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, köszi!